A tanárok a járvány kitörésének kezdete óta a frontvonalban dolgoznak, ötödük már megfertőződött koronavírussal, és még más EU-s országokban prioritást élveznek az oltási sorrend tekintetében, addig itthon még csak nem is szerepelnek az oltási tervben. Szabó Zsuzsát, a pedagógusok szakszervezetének elnökét kérdezi hamarosan Tamás egy rövid összefoglaló után. Magyarországon a járvány eddigi legnehezebb időszakaiban is nyitva tartottak az általános iskolák és az óvodák. A közoktatásban dolgozó pedagógusok átlag életkora pedig jelentősen megnőtt az elmúlt években. A tanárok ezek ellenére sem szerepelnek az oltási tervben, miközben a Qubit nevű portál információi szerint az elsők között juthattak vakcinához az egyetemi egészségügyi karok ellátásban semmilyen formában nem résztvevő, tehát semmilyen frontvonalban nem álló oktatói és hallgatói. Az Európai Unió legtöbb tagállamában jellemző, hogy előnyben részesítik az oltási rendben az oktatásban dolgozókat. Általában az egészségügyi és szociális dolgozók, valamint az idős otthonok lakói után a második fázisban kerülnek sorra. Az UNICEF december 15-i állásfoglalásában azért is sürgette, hogy a koronavírus elleni oltási kampányokban sorolják előre a tanárokat, mert a járvány világszerte pusztítóan hatott az oktatásra, és ennek számos káros társadalmi hatása lehet. Na hát mit szól ez, mindez, kérdezem Szabó Zsuzsát, a pedagógusok szakszervezetének elnökét. Tulajdonképpen minden tény, minden adat itt szerepelt, amit fontosnak tartanék én is megkérdezni. Mit gondol ezekről a számokról és az európai összevetésről? Ez teljesen valós és sajnos így igaz. Készítettünk egy kutatást a 21 kutatóközponttal, gyakorlatilag a téli szünet időszakában, egy kicsit átnyúlva a januári tanév második fél év kezdéséhez. Ezek a számok gyakorlatilag onnan származnak. Azt tudom megerősíteni, hogy a pedagógusok jelentős része egy szál maszkban jelenik meg a tanítási órákon az általános iskolák és az óvodákra vonatkozóan. Ennyi az összes fegyverük a COVID ellen, és tudván tudjuk, hogy a gazdaság érdeke azt kívánja, hogy folyjon a tanítás, a személyes jelenléti tanítás az általános iskolákban. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ha a pedagógusok ezt vállalják, és ott vannak a csatában az első frontvonalon, akkor igenis szükséges az ő oltásuk. A hajlandóságuk megvan hozzá, hiszen a felmérésünkből látszik, hogy 43%-uk a megkérdezetteknek azt mondja, hogy beoltatná magát. 36% bizonytalan, de ez egy nagyon érdekes történet, mert december első felében is készítettünk egy mérést, akkor egy Facebook felületen mértük a kollégáink véleményét erről, akkor 60% mondta azt, hogy oltakozna. Aztán miért is van az, hogy januárban már csak 43? Hát mindez azért, mert ekkora a bizonytalanság az oltás az oltóanyagok körében, és én ezt nagy hibának tartom. Még egyszer hangsúlyozom, kiemelten kell kezelni a pedagógusokat, hiszen nap mint nap több száz gyerekkel találkoznak személyesen, mondhatnám, hogy majdnem minden védelem nélkül, és az életük az igenis veszélyeztetve van, és ez megint csak látszik a számokból. Mit mondom, mégis mi lett az oka annak, hogy a kormányzat vagy a illetékes szervek nem tartják veszélyeztetett csoportnak a közel 200 ezeres pedagógus társadalmat, miközben ugye a különféle ügyfélszolgálatokon, rendvédelmi dolgozók, közigazgatási dolgozók körében pedig fokozott védelmet tartottak fontosnak. Ezt többször megkérdeztük az oktatás irányítástól, mert hogy többször írtunk levelet az ügyben, hogy kérjük, hogy a pedagógusok kiemelten szerepeljenek ebben az oltási sorrendben. Sajnos nem kaptunk erre érdemi választ. Mindig az a kifogás, hogy no de, biztosítva van a maszk, és hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy védve legyenek a kollégák. Én pedig azt kérdezem, hogy van egy tanterem, ahol 30 gyerek tanul, hogy lehet ott a 2 méteres távolságot betartani. Nézzük meg, az általános iskolások vannak benne, és az óvodások a személyes oktatásban. Ez a korosztály képes betartani azokat a szabályokat, amelyek a megelőzéshez nélkülözhetetlenek lennének. Szerintem nem. Tehát ezek mind-mind azok, amelyek miatt a kollégáink igen kitettek a fertőzésnek. Elmondanám, hogy kinek-kiknek írtak ez ügyben? Tehát csak tudjuk, hogy milyen szerveken lehet ezt számon kérni. Írtunk a miniszternek, az államtitkárságnak és az operatív törzsnek is. Tehát mindig hangsúlyozzuk, hogy nagyon fontos a pedagógusok védelme, hiszen a középiskolai tanárok otthon vannak az online oktatás miatt. Ők látszik a méréseinkből, hogy kevesebben fertőzöttek meg.
de a mi ismereteink szerint eddig, akikről tudunk, 31-en haltak meg. Ez egy nagyon magas szám. Ha azt nézem, hogy a múlt héten meghalt egy kolléganő 42 évesen, két kisgyereket hagyott maga után, és egyértelműen bizonyítható, hogy a koronavírusban fertőződött meg és a munkahelyén, akkor kérdezem én, hogy meddig kell várni, minek kell következnie ahhoz, hogy végre valahára belássa a kormány és az oktatáspolitika, hogy a pedagógusokat igenis védeni kell, azért is, mert egyébként a gazdaság lefagy, ha a gyerekek nem tudnak iskolába menni. De ő mondja ezt, hogy sajnálatos, hogy még bizonygatni kell, bár nyilván bizonyos okok miatt nyilván kell valamilyen bizonyíték arra, hogy ki miért, miben halt meg, de például a 100%-os táppénz esetében is a pedagógusnak magának kell bizonyítania, hogy a munkahelyén fertőződött meg. Mit gondol erről, illetve mennyiben változott ez ügyben a helyzet? Javulnak az arányok, mármint a 100%-os táppénz kifizetések terén? Van-e valami változás? Gyakorlatilag szeptember óta megy ez a csata a miniszter és a pedagógusok szakszervezete között. A miniszter bejelentette, hogy 100%-os táppénzben részesül az a pedagógus és a közvetlen kapcsolatai is, akik az intézményben fertőződtek meg. A mi mérésünk szerint a megkérdezettek 19%-a kapta meg a 100%-os táppénzt, gyalázatosan alacsony. Végig azt képviseltük, ha egyetlen egy fertőzött van az intézményben, vagy volt, akkor nem kérdés, hogy hol fertőződött meg a pedagógus, vagy az oktatásban dolgozó, mert minden valószínűség szerint az oktatási intézményben. Egyébként azt is kértük, hogy amennyiben megjelenik egyetlen egy fertőzött, abban a percben be kell zárni az iskolát, óvodát, mert az a fajta igazolási eljárásrend, amelyen végig kell menni, még meghozzák a döntést, hogy szünetet vagy online oktatást rendelnek el, az több napot, akár hetet is igénybe vesz, és a koronavírus nem fog illedelmesen a sarokban várakozni, hogy ez az idő elteljen, hanem végigfertőzi az egész közösséget. Most is van olyan iskola, ahol a gyerekeknek minimális része mutat tüneteket. Ugye tudjuk, hogy ők nem mutatnak tünetet, de mégis nagyon komoly vírushordozók, és a teljes pedagógus karbeteg. Ez azért egy nagyon érdekes történet. Mit gondol a sajátos anomáliáról, ami ugye nem az önök szakszervezetétől, hanem a PDS-től származó információ, hogy ez a tanároknak a nem kellő védelmével kapcsolatos, de érdekes kettős mérce, hogy a tankerületeknél például olyannyira vigyáznak a tankerületi dolgozókra, hogy ott napokig pihentetik a dokumentumokat, az iratokat, például az oktatással, illetve akár az ott az iskolákban tapasztalt járványügyi adatokkal kapcsolatban is, miközben a pedagógusok közvetlenül pedig nem kapnak semmilyen igazi támogatást vagy kiemelt védelmet. Én is olvastam róla, és mondok ellenpéldát. Egy általános iskolában tanítónéninek meg kell fogni a gyerek ceruzáját, és minden egyes munkáját ki kell javítani. Akkor vessük ezt össze. És nincs 24 órás pihentetés. És nincs 24 órás pihentetés, hanem azonnal, de gyorsan. És erre mondom én azt, hogy kint vannak a kollégáink a frontvonalban, igenis ott vannak, a veszélynek ki vannak téve, és a hivatástudatra lehet hivatkozni hosszan, de azért most már ennek legyen vége. Tudna esetleg, nem tudom, szabad-e, tud-e konkrét nevet mondani, tehát helyszínt, hogy hol volt ez a előbbi kérdése visszatérve, még ahol a teljes pedagóguskal beteg lett, és... Itt Pest megyében beszélhetünk erről, de egyébként több településen is jelen van. Az a helyzet, hogy a kollégák jelentős része beteg, és olyan mértékben, hogy a többiek már nem tudják helyettesíteni. Minden kollégán kimerültségről és mérhetetlen fáradtságról számol be, ugyanis a betegeket helyettesíteni kell, mindazok ellenére, hogy már szeptemberben, illetve majdnem minden tanévben pedagógus hiányról beszélünk, akkor tessék elképzelni, ha hiányzik egy tantestületből 5-6-7 ember, akkor milyen áldozatok árán tudják a többiek ellátni a munkát, és akkor még nem beszéltem a minőségről, ami minden gyereknek alapjoga, hogy minőségi oktatásban részesüljön, és akkor még nem beszéltem arról, hogy a pedagógusok otthonról látják el sok esetben a középiskolában mindenütt a feladatukat, és egy forint kompenzációt nem kapnak azért, mert ellátják az állam kötelező feladatát, vagyis saját villanyszámla, saját internet használat, saját gép, és... De ő mondja a kompenzálás, bocsássa, meg lejár lassan az időnk, de fontos kérdés, az érettségikről mindenképpen beszéljünk, és az érettségéről felkészítésről, amelyben komoly plusz munkájuk van, ugye Maruzsa Zoltán kérés alapján is, ugye 10 fős csoportokban foglalkozanak a tanárok a diákokkal, na de hát mindennek a finanszírozásáról egyelőre nincsen szó. Vagy tudnak erről valamit?
A finanszírozás ott lép be a körbe, hogy van egy 30-as osztály, akit szét kell szedni 10 fős csoportokra. És nem csak egy év folyam érettségizik, hanem több is. Ebből következik, hogy a létszám, a csoport létszám az igencsak megnőtt, miközben a kollégák egy 6-8 év folyamos gimnáziumon online is tanítanak. Tehát tanítanak online, mellette lássák el ezt a feladatot, egyszerűen megszervezhetetlen, és nagyon sok esetben csak a munkaidő után tudják ezt megvalósítani. Hát erre reményt, hogy ennek a plusz finanszírozása megoldott legyen? Kértek ez ügyben támogatást? Én azt gondolom, ezt nem kell kérni. Ez egyértelmű és világos, ez egy plusz feladat, amit ki kell fizetni. Hát kíváncsiak vagyunk, mi lesz, és főleg az érettségi kocsvadnak zajlani, sajnos erre már nem jut időnk. Most egy mondatot azért mondjam már, mert látom, hogy igen, magámmal szorult, hogy mit gondol. Az érettségiző gyerekek 3,5 évet tanultak egyedül. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy a különbség a között a gyerek között, akinek van kellő szülői támogatottsága, meg a között a gyerek között, aki olyan településen él, ahol nincs internet se, és a szülők sem tudnak úgy segíteni. Nagyon nagy lesz a szórás, és nagyon félünk attól, hogy leszakadnak azok a gyerekek, akiknek nincs kellő szülői támogatottságuk. Tehát valamilyen fajta differenciálás, indexálást elképzelhetően tartak az előző években érettségizettek eredményhez képest is az idejeknél? Azt gondoljuk, hogy a teljesítményben nyilvánvalóan mindenkinél egységes lesz az a fajta teljesítménycsökkenés, ha lesz. Ez gyakorlatilag egyenlőséget biztosít mindenki számára, mert ugyanolyan feltételekkel készültek fel most a diákok az érettségire, de akik előző években jártak középiskolába és most kívánnak érettségizni, ott viszont mérhetetlenül nagy lesz a különbség. Azt gondolom, egy visszakompenzálás mindenképpen szükséges lesz, illetve arra is szükség lenne, hogy az oktatási irányítás nyilatkozzon arról, hogy milyen alternatívákat kínál még fel. Ne csak egy megoldás legyen, amit az államtitkár bejelentett, hogy lesz szóbeli meg írásbeli, hanem nézzük meg, mi van akkor, hogyha ez a járvány erősebben, fokozottabban lesz jelen, arra hogyan készültek fel. Szabó Zsa, köszönjük szépen, hogy elmondta mindezt. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm.